itt áll egy rózsaszín kocsi, amin az olvasható, hogy Barbie, az a tiéd? Igen, nyilvánvalóan. Minden stimmel, a rózsaszín a kedvenc címem, és Barbie-nak hívnak. Nem, az enyém viszont jó, hogy itt van, mert ahogy jöttem, nem tudtam merre kell jönni, és világított már 3 kilométer, úgyhogy tudtam, hova kell jönni. Igen, persze, én olyan Barbie baba típus vagyok, egyértelműen. Igen, az enyém, igen. Te vetted magadnak, de akkor reklámozzuk tovább. Jaj, de jó! Bárcsak én tudnék ilyeneket mondani, így csípőből. Nem az enyém, hát ezt mindenki tudja, hogy kié. A TV2 csoport a tavalyi sikeren felbuzdulva idén újraindítja a Fun VIP reality-ét. Izgulva érkeztem a disznóvágással egybekötött sajtótájékoztatóra, mivel 4 éve nem jártam hasonló eseményen. A videóban látni fogjátok, hogy szerencsére a celebek nem felejtenek. Csokit vagy csalunk? De tudtam, hogy ezzel fogsz kezdeni. Mi a véleményed azon átlag emberekről, akik mondjuk munkával keresik a pénzt? Na, erre nem készültem, hogy te majd ide jössz hozzám. Ebből mennyi igaz, de elhajtottál gyerekeket, akik csokért édességét házaltak nálad Halloweenkor? Teljesen igaz, csak nem gyerekek voltak, hanem 16-18 éves felnőttek. Ja, meg a személyét is elkértem. Igazoltattad őket. Simán egyébként. Nem. Van rutinod, hogy hogyan történik egy igazoltatás? És nincs. Végigpásztáztam az Instagram oldaladat. Majdnem minden harmadik kép egy ilyen csókolózós, hogy van valakinek egy ilyen munkája, hivatása, aki téged követ a világban mindenhol, és a csókolózásaidat megörökíti. És ha van, akkor ha lenne egy kis üresed, és én nagyon szívesen elvállalnám ezt a munkát. Nagyon jó fej vagy. Nem, te vagy jó fej. Rosszkor vagy, hát jókor mentél az Instagramomra, mert most éppen megtaláltam. Egymásra találtunk egy lányjal 6 év után, és nagyon nagy rózsaszín ködben élünk, úgyhogy eddig is mindent megosztottam a követőimmel. Erről szól ez a megírjuk szakmának, erről szól ez a social médiában jelenlét. Szervusz, Fónika! Ez nem igaz, 3-4 éve nem voltam ilyen rendezvényen. De ha 3-szor összeütted a sarkad, és azt mondod, hogy ne legyek itt, akkor eltűnök. Na. Nem lehet, mert ő folyton bánt engem. Nem lehet megszeretni. Ez nem igaz. Dehogy nem. Ez nem igaz. Nagy rajongót vagyok. Szóval nekem még van is egy mörcsös. Igen, van. Hát akkor te vagy az. Van egy mörcsös pulóverem is. Tőletek, de. Jaj, ne hazudazzál már. És miért nem az van rajta? Mindjárt megmutatom a képen, hogy van. Esküszöm, hogy van. Egy ilyen manga figuráként szerepeltek rajta. Igen, így van. Hogyha tényleg van, akkor szóba állok veled. Hogy az Instagram oldalod akkor ugrott meg követői számban, amikor a followernával elmentél együtt síelni. Szóval amikor egy ilyen televíziós produkcióba fölkérnek, akkor a gázsitból valahány százalékot adsz-e neki? Rohadj meg! Ugye te egykori sikeres tévés voltál, utána egykori. Én most is nagyon sikeres. Mondani, hogy nézzük kronológiailag, hogy sikeres tévés voltál és vagy, utána még sikeres internetes arc is lett belőled, hogy szerinted ebben a műsorban melyik miatt hívtak vissza? Szerintem mind a kettő miatt. Én azt gondolom, hogy most lefedjük a teljes populációt, és ez nagyon jól van így. Mert ugye a közép és az idősebb korosztály a Mónika Show-t kedveli, gondolom én. A fiatalabb korosztály meg ugye a netes tartalmakat, úgyhogy szerintem ez így nagyon jó kombó. Semmilyen kapcsolatom nem volt a médiában, itt meg azért mindannyian tudjuk, hogy elég fontosak a kapcsolatok, és én így szerettem volna megismertetni magam, hogy a social médiában elkezdem, ugyanis, mint mondtam, nincs kapcsolatom, meg nem is volt kapcsolatom. 22-es választások előtt ez neked jót tesz ez a műsor? Szóval végre egy kampány, amit nem saját büdzséből kell megoldani? Nézd, azt tudom mondani, hogy az ország egyik felett az én poénom. Láttad, ez ilyen, olyan rendes. De csak azért, hogy a közeledben kell lenne. Figyelj, úgy voltam ezzel a sorozattal, hogy hál' Istennek a te riportainak is köszönhetően az ország egyik fele úgyis azt gondolta, hogy paraszt vagyok. Most legalább van róla teljes egészében bizonyíték, aztán mindenki eldönti, hogy mi van. Volt-e wifi a farm helyszínén? A farm helyszínén nem volt wifi, ilyen vagy komolyan. Mindenkitől megkérdeztük, hogy jövő a rózsaszín kocsi, aztán kérdőlt a tiéd, hogy mehetünk bele is. Csulitól kaptál egyébként? Ez nem publikus, hogy egy hogy nem egy ilyen gavallér. Ez az autó, de a párom az nagyon gavallér. Kaptam tőle egy rose gold autót. Egy A3-os születésnapomra, ez volt a meglepetés, és ő is tudja, hogy az életem a rózsaszín, kiskorom óta,
És hát igen, így az autóm is rózsaszín, úgyhogy még véletlenül sem a feltűnés miatt van rózsaszín autóm, hanem azért, mert én maga vagyok egy rózsaszín Barbie baba. A bejátszásból az derült ki, hogy az első időszakban egy kicsit idegesített Jolly barátnője, hogyha spoilereznél, vagy hogyha lehet-e spoilerezni, hogy mennyire rendeződött ez a viszony. Hát ugye, amikor összekerülünk, akkor nagyon sokféle ember kerül össze, viszonylag kis négyzetméterre, és ilyenkor azért úgy nehéz alkalmazkodni még azokkal is, akikkel, ugye a családtagokkal is, nemhogy vadidegenekkel. És elsőre engem nagyon zavart az, hogy Barbie tényleg annyira, tehát neki ilyen a hangja, ő egy ilyen lány, egy ilyen intenzíven, hangosan beszél, és ez nem csak engem, ez másokat is zavar, csak én voltam az, aki elsőre ennek hangot adott. Befújhatom magam mindennel, ami itt található? Hogy azt kell, hogy mondjam, hogy belül nem rózsaszín a kocsi. Nem. Azért annyira nem vagyok.